Míg az Ebegények napja rendezvénysorozat első napja jobbára a kultúráról szólt, addig a folytatásban főként családi, szabadidős és sportprogramok várták az érdeklődőket. Az esemény szombati napja sportversenyekkel vette kezdetét. A lelkes sportolók különböző korosztályokban és családi váltóban is elindulhattak. A Sárkányhajó viadalon két együttes küzdött meg az értékes nyereményért, hiszen a győztesek az idei szezonban ingyen vehetik igénybe a Zöld Panoráma Egyesület sárkányhajóit. A strandröplabda verseny 6 csapat indult el, homokvár építésben több mint 10 család mérte össze erejét. A zsűrinek nem volt egyszerű dolga, hiszen nem igazán tudtak választani a szebbnél szebb alkotások közül, így végül minden induló külön díjban részesült. Kérném is így hát a Fagyivár csapat tagjait, akik itt vannak. Sok bástyájuk volt, hullos védelemmel, sőt fagyigombócokkal is ellátták homokból a várat. Gratulálok! A Berecki család igazi katakombás, gyönyörű várat épített, titkos bejáratok, alagútrendszer, karámot is láthattunk, úgyhogy szintén egy fullos vár. Kérem a csapat tagjait, szívből gratulálunk a homokvárhoz. A délután folyamán a helyi szokásokhoz híven idén is megnyitotta kapuit a Baba Park, melynek történetéről és múltjáról Pauli Sinecné Villem Vera mesélt. Gróf Károlyi Lászlóné született Aponyi Franciska 1931-ben, megalakította itt Zebegényben a gyerekek számára a virágegylet Zebegényt. Ez egy nagyon különleges dolog volt, a lányoknak virágnevük volt, a fiúknak fanevük, a kisovodásoknak madárnevük volt, és a természet szeretetére tanította őket, és azon kívül az iskolai foglalkozás után egész délután foglalkozásokat tartottak a gyerekeknek, tehát azok hazamentek, odadották a táskájukat a sarokba, és rohantak ide le a grófnőhöz. Itt volt a grófnő, ezután következő részen ebbe a párházba. Gyermekbirodalma, gyönyörű játszótere volt. Idén 23 gyermek csatlakozott a nemes hagyomány ápolásához egy-egy rózsa elültetésével. Most, hogy fölveszitek a dédanyáitok, dédszüleitek nevét, vagy olyan is, akinek nem volt az felmenője, virágegyleti tag, vigyázzatok nagyon a rózsátokra, és ezzel, hogy mindenki saját kedvére nevet választott magának, ezzel tovább őrizzük napraforgó emlékét, és tiszteltünk az emléke előtt. A Baba Park nyitó ünnepségén Medvigy Miklós gitárjátékát hallhatta a közönség. Jön a tigris, nála erősebb, és jön a tigris, jön a tigris, nála erősebb. Köszönjük szépen! A délutáni programok között szerepelt egy dunai sétahajókázás is, mely során a résztvevők más szemszögből is megcsodálhatták Zebegény egyedülálló látképét. A folytatásban a Kopernicki udvarban gyűltek össze az érdeklődők, hogy meghallgassák a Tudásfalva előadás sorozat következő vendégét, dr. Bőzöny Ferencet. Az előadó művész a Magyar Rádió fő bemondójaként hazánk legismertebb hangjai közé tartozik. A tiszta és érthető beszéd etalonjaként számon tartott nyelvész pályafutásának legérdekesebb epizódjairól beszélt. A szombati nap utcabállal zárult, a hangulatról a Heinzinger zenekar gondoskodott. A rendezvény záró napjának legfontosabb eseménye a háromnapos Koviubi kavalkádot lezáró eredményhirdetés volt, ahol uborkafaragásban és Koviubi készítésben is győztest hirdettek.